Hallottátok? Valami készül Józsefvárosban. Itt a kerületben? A nyolc kerben? Igen, a Józsefvárosban. De itt olyan fura dolgok szoktak történni. Betiltanák az ételosztásokat. Betiltották a piacon a reggelizést. Jaj, még esetleg politizálnánk. És mi történt az óvónénikkel? Aláíratták velük a Fidesz nyilatkozatát. Persze, hiszen itt minden vezető fideszes. Hát hol élnek ezek? Tényleg, hol élnek ezek? Hát biztos nem itt. A polgármester Csillaghegyen. Az egyik alpolgármester az 5. kerületben. A másik a 12. kerületben. A harmadik meg Váci. Nem tudják, mit veszítenek. Mert Józsefváros tele van élettel. És tele van zenével. És itt küzdöttek a Pál utcai fiúk. Kellene egy helyi ember. Aki itt él velünk, a mi emberünk. Aki kíváncsi ránk. Aki tudja, mit szeretnénk. Aki előbb kérdez, és utána dönt. Aki nem pártpolitikus, de ért a politikához. Aki felkészült, és akinek van szíve. Igen, ez nagyon fontos. Legyen szíve. Jó nagy szíve. Köszönöm. Szívesen. Helyi emberek, erről beszélek, a Józsefvárosban készül valaki. Aki pont ilyen? Egy polgármester jelölt. A Pikó. Pikó András. A Pikó András. Az a rádiós? Az a politikai újságíró. Az a civil aktivista. Igen. Ő az, aki megszervezte, hogy minden vasárnap több tucat józsefvárosi család meleg ételt kapjon. Igen. Ő volt az, aki 2015-ben több ezrünkkel ételt és vizet vitt a menekülteknek. Mindig választhatunk. Segítünk a szükségben szenvedőknek, vagy elfordítjuk a fejünket. Én mindig ugyanazt a döntést hozom. Ez nem lehet kérdés. Ez nem kérdés. Mert ez nem kérdés. Jó, jó. De akkor mi a kérdés Józsefvárosban? Mi a valódi kérdés? Mindjárt mondjuk. A lakhatás. Az üresen álló bérlakások. Miközben sokan csak álmodhatnak a biztonságos otthonról. A lerobbant lakások, amelyek ráomlanak a bérlőkre. Amiket nem újít fel az önkormányzat. De amiket eladna a benne lakóknak. De miért nem épít bérlakásokat az önkormányzat? Na, ez az igazi kérdés. Fiatalként a lakhatás a legnagyobb gond. Mert nem vagyok tehetős. És mert drága az albérlet. Józsefváros sokféle ember lakja. Gazdagok és szegények, idevalósiak és olyanok, akik másutt látták meg a napvilágot. De csak akkor lehet Józsefváros mindannyiunk közös otthona, hogyha mindenkinek lehet saját otthona. Ezért fogok dolgozni. Hey, hello! Van még kérdés, rengeteg. Nincs elég bicikliút, és nagyon kevés a zöld felület. Meg a kátyúk, eső után víz alatt a fél kerület. A köztisztaság, irtokoszosak az utcán. Szeretném, ha a kerületbe járna a gyerekem iskolába. De kevés a jó iskola. A fejünk felett döntenek, nélkülünk. Meg ez a hazug konzultáció, ahelyett, hogy megkérdeznének. Jó, jó, de mit tehet egyetlen ember? Hiszem, hogy sokat, de egyedül valóban nem eleget. És velem együtt? És velem? 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 És velem együtt? És velünk? És velünk? No meg velünk! Így már szinte mindent, és nem is érem be keresetben. Felkészültem.